Start. Start elindult a szezon első két éves versenye, és egyelőre hiba nélkül kezdett valamennyi Csikó, ez mindenképpen nagyon jó jel, és nincsenek is messze egymáshoz képest. Diamond V startja sikerült a legjobban, 2-3 osz az előnye, mögötte Diana Gult, látom a legközelebb Divóti, egészen kívül pedig Valle Sagrado, kiváló származású svéd import, próbálja megkerülni a másik két ellenfelé. Dusán következik mögöttük egy-két hosszal, a sor végén Duchess of Pearl, illetve Dulcinea a Tobozó, talán a kettőjüknek volt a legkevesebb esük legalábbis a kvalifikációs formák alapján, és ha már itt tartunk, a formák alapján a két favorit, Diamond Will, illetve Valle Sagrado jelenleg ott vannak az első két helyen. Diana Gult tartja velük egészen szépen a lépés, bent a falon, Sósi Imrével ott van a közeli második, harmadik helyen, és Divóti az, aki még jelen állás szerint beleszólhat a dobogért folytatott harcba. Nagyon-nagyon széthúzódott a mezőny, ez egy felől jelenti azt is, hogy Diamond Will egészen szépen bekezdett, mögötte pedig ott üget egy kettes fogad, belül Diana Gould, illetőleg kívül El Valle Sagrado, távolabb tőlük a negyedik helyen ügető Divotid, majd követi őket Dusán, ott van Dulcinea del Tobozo, és kisebb problémák akadtak Divotiddal, de hát letette őt hajtója Csordás Emil. Minden esetre a vezető trió rettenetesen meglépett a többiektől, és szólóával elugrotta magát El Valle Sagrado is, úgyhogy ő neki is jelentős lett nagyon-nagyon a hátránya, ami az elejét illeti továbbra is. Diamond Will üget az élen, gyakorlatilag előnye nagyjából egy olyan jó 10 méterre is tehető a többiekkel szemben. Ott van Diana Gull a második pozícióban, Sós Imre kettővel, aztán pedig Divotid, bár nem tudom, hogy diszkvalifikálták-e, amennyiben igen, akkor természetesen ő nem számít. Úgyhogy hallottam, hogy kidobták, úgyhogy akkor ez egyelőre azt jelenti, hogy Diamond Will, illetve Diana Gull mögött Dusán lett talán majd a harmadik, mögötte egyelőre Dulcinea a Tobozóval még egyáltalán látótávolságon belül. Diana Gull is galoppozik a finishre fordulva, kérdés, hogy sikerül-e 40 méteren belül letenni, lehet jelentősége, talán igen, Dulcinea a Tobozó minden esetre belül el tud menni mellette, hát ami a nyerőt illeti, ez nem nagyon kérdés, a legstabilabban, a legkönnyebben vég Diamond Will ügetett, és ennek megfelelően egy jó 25-30 méterre fogja megnyerni a szezon első Csikó versenyét. Divotidet diszkvalifikálták, úgyhogy Dusán lesz majd a második mögötte, aztán pedig megérkezik a harmadik helle, Dulcinea del Tobozo, negyedik lesz Duchess of Pearl, másik három alatt pedig, ha jól látom, akkor diszkvalifikálták.